kedvesebb az élet, annak, aki játszik, vibrálóan látszik, kiéhebb a fénye, eltűnhet a lénye, a döntés nála. Ma új szintre emeljük a kapcsolatunkat? Ma új szintre emeljük a kapcsolatunkat! Hogy vagy, Titus? Köszönöm! Nagyon jól! Ma új szintre emeljük a kapcsolatunkat! Na! Végre egy kis teszt is én! Á, szoríts nekem! Hajrá! Bennakadás! Ma új szintre emeljük a kapcsolatunkat! Hát nem feltétlenül hívnám magam Casanovának, de azt elismerem, hogy jó néhány kapcsolatban részt vettem már, de nem azért, mert tehetetlen vagyok, nem vagyok skalpvadász, szó sincs ilyesmiről. Egyetlen egy dologra vágyom, a tökéletes párkapcsolatra. Ehhez persze muszáj minél szélesebb körökben bevetnem magamat, pusztán a lehető legpontosabb, összehasonlítás elérésének érdekében. Ha valaki mellett megtalálom az idillt, akkor ki tudom jelenteni, abba hagyom a partnerek cserélgetését. Hogy Amélia lenne-e az, aki mellett megtalálom? Erre nem tudom a választ. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, de egyre inkább úgy érzem, hogy... Szóval, csak nem egy bébi Teszkelosaurus projekten kezdenek el munkálkodni? Hát, az első alkalommal talán még nem. Esetleg 2-3 év múlva. Ez lesz az első alkalom, hogy... Na, igen, bevallom, kicsit izgulok. Ó, mióta udvarol ennek a bizonyos Améliának? Egy hete... Ja, értem. Volt a harmadik évfordulója. 3 éve csapod a szelet a gágyinak, és még nem vitted be a málnásba. Tesó, a szuka csak az idődet rabolja. Nem. Pont, hogy inkább én vagyok az, aki miatt bajban vagyunk az idővel. Hogy érted? Ja, ne szó szerint értsd, hogy ez lesz az első alkalom, hogy a testiség felé terelnénk az irányt. Már egy jó ideje próbálkozunk, csak hát elég... kevés ideig bírom. Tesó, ne is mondj többet! Ez bárkivel megesett, tesó! Fogadj meg egy tanácsot, tesó! Mielőtt találkozol a csajszikámmal, dobd be valami édességet, tesó! Egy kis szerotonin megteszi a hatását! Szerotonin? Micsoda szókincsed van? Kösz, tesó! Tesóságosságos tesóm vagy! De hiányoztál, Titus. Kész vagy új szintre emelni a kapcsolatunkat? Én is készen állok. Ja, képzeld, ma beszélgettem Amandával a hullámokról. Tudod, ő az a barátnőm, akiről meséltem. Mármint nem arra gondolok, aki mindig betűri a csápjait, mert ez egy frégit spiné. Amanda az, aki mindig nevet, amikor lát egy üres csigaházat. Szóval, nagyban beszélgetek Amandával a hullámokról. Mondom neki, hogy te, Amanda, a hullám nem a tenger része. Erre Amanda rám néz, de úgy, hogy így oldalra döccenti a fejét, és felhúzza a szemöldökét, és azt mondja, ne fárasztál már, Amélia. Erre mondom neki, hogy nem fárasztalak, a hullám nem a tenger része. Amanda közbeszól, hogy hát akkor minek a része? Én megmondom, hogy hát az égnek a része. Amanda az arcába csap és vinnyogni kezd, hogy jaj, de hülye vagy, Amélia. Az ég az levegő, a hullám meg víz. A víz nem levegő. Mondom Amandának, hogy de hát a hullám víz sem lehet. Hát a víz az csak van, a hullám meg már a mozgó víz. Na itt már Amanda tiszta hülye volt. Szinte azt hittem, hogy lekever nekem egyet, de nem kevert, úgyhogy folytattam. Szóval mondom Amandának, hogy, és itt kicsit megváltoztattam a véleményemet, hogy a hullám
hullám nem az ég része, de nem is a tenger része, hanem a hullám ott van a kettő között. Amikor lemegy a hullám, akkor az ég nő meg, és a tenger csökken. Amikor felmegy a hullám, akkor meg a tengervize felfröccsen az égbe, szóval a hullám az egy ilyen köztes izé a kép. Szart sem ér ez a szerotonin. Én tényleg próbálkozom. Mindig csendben végighallgatom a problémáit. Nem szólok közbe, mindent elmond nekem, és el is mondhat, számíthat rám. Szóval én úgy érzem, hogy mindent tőlem teletőt megteszek, és mégis, amikor vele vagyok, egy idő után azt veszem észre, hogy fuldoklom. Normális az, ha valaki, még ha semmi oka sincs rá, de... fuldoklik egy pár kapcsolatban? Tökre normális. Azt mondod? Tökre cukorfalat módjára viselkedsz meg minden. Ez a csaj meg le se szar téged. Ja, gusztustalan, hogy elvárja, hogy mindig az ő nyöszögését hallgasd. Neked is jár a figyelem. Igen, most már rajtad a sor. De nem akarom kihasználni. Nem akarom, hogy azt higgye, hogy csak a testére vágyom. Eleget tettél azért, hogy megkaphasd a testét. Oda mész hozzá, és ráparancsolsz. Ezúttal te alkalmazkodsz az én igényeimhez, kisanyám. Férfiból vagy az ég szerelmére. Igazatok van. Sajnálom, Titus, nekem ez nem megy. Te most szakítani akarsz? Nem, dehogy is. Én tényleg őszintén szeretlek. Nincs még egy dínó, sőt, tengeri nincs sem, aki így megértene engem, mint te. Úgy érzem, meghalnék, ha nem lennél az életem része. Én is szeretlek, Amélia. Egy dínónak sincsen olyan kecsesen fickántozó, mindent elérő csápja. Vagy olyan feszes, kemény, meszes hátsója, mint neked. Akkor miért nem működik ez a kapcsolat, Titus? Körülnézek a tengerben, és mindenhol tökéletes párkapcsolatokat látok. Pont olyanokat, mintha csak meg lennének írva. Ez már csak ilyen. Tudod mit? Kapják be! Miért kellene minden kapcsolatnak papírforma szerint működnie? Miért kell sémákhoz ragaszkodni? A monogámia... kínálhat. Monogámia? Micsoda szókincs ez van? Titus, nekünk ne párkapcsolatunk legyen, nekünk páratlan kapcsolatunk legyen. Vegyünk be egy harmadik szemét. Tudtam, hogy te vagy érdekelni, de nem így lenne a legjobb. Én veled akarok lenni, te velem akarsz lenni. Miért dobjuk el egymást, ha a hiányosságainkat pótolhatjuk egy harmadik személy előnyösségeivel? És mondd csak, kire gondoltál? Hát figyelj, te szárazföldi lény vagy, a tengerben fuldokolsz. Én tengeri lény vagyok, a szárazföldön fuldoklom, vagyis az egyetlen tökéletes választásod... Hey! Más, mint a Hesperornis.